Szevasztok, gyerekek! Remélem, jól telt a hétvége. Most olvastam el a Domonics Robi írt egy egészen kiváló kis írást a kérdések a hídgyülekezetéről csoportba, és az alá beírt egy hát a szokásos ilyen intellektuális meg helyesírási színvonalat hozva egy vérhites hölgyemény, és a domó direktben hagyta azért, hogy mindenki okulhasson, hogy segítsen eligazodni. Ma, ha már teológiai nem sikerül, akkor legalább tényleg az intellektuális, meg a szókészletbeli, meg a helyesírási színvonal az ad némi fogódzót az ügyben, hogy igazából ki hol áll. Nagyon komoly. Tényleg marha jó írás, mind a kettő. Az egyik ezért, a másik azért. Olvassátok el, nagyon-nagyon állat. Nagyon állat. Na mindegy, ilyet írt a hölgyemény, hogy azt mondja, hogy a Németh Sándor az az Istennek a prófétája. Na, ilyet még nem hallottam, szóval sok mindent hallottam már, de ilyet nem. És nagyon sok mindenkihez hasonlították már, úgymond, de a Németh Sándor nyilván van, a pártállástól függően, vagy a kerítés, igen, volt ő már mindenféle, tehát ugye volt már Mózes, meg Ábrahám, meg én nem tudom micsoda, igazából talán Jézus Krisztus leszámítva az összes jó bibliai szereplő már volt, de Jézus Krisztus csak azért nem, mert hát az magától értetődik, mert ugye ő a fölken. Nem is ez a lényeg, de itt ugye azt hangzott, hogy proféta. Ugye még Mózesre lehetne azt mondani, hogy proféta volt, mert ugye mondta Józsi, hogy proféta támaszt az urolyat, mint én, azt hallgassátok, egy nyilván ez a Németh Sándor. Ugye Dávidról is írja, még az új szövetség is, hogy Dávid proféta volt, igen. Igen, csak ugye Dávid nem csinálta azt, mint a Németh Sándor, mert Németh Sándor az az őt felkenő Kenet ellen támadta akkor, amikor a Derek Prince, ha ez tényleg igaz volt, hogy a Derek Prince kente őt föl, akkor, amikor a Derek Prince megintette őt, akkor ez ellen támadt azonnal is reflexből, tehát ha Saul Dávid kontextusban a Németh Sándor valaki, akkor ő kizárólag Saul lehet, de Dávid nem, meg egyáltalán, tehát az Izrael királyi közül, ugye Akháblara lenne még sanszos, tehát hogy ő hozzá hasonlítani, annak még volna talán létjogosultsággal, nem annyira a, hogy hívják miatt, az ő saját szerepe miatt feltétlenül, hanem inkább a feleségeknek a természetrajzában felelhető hasonlóság miatt. De nem tudom. Tehát ugye ezeket egyiket sem alapvetően nem prófétaként tartjuk számon, se a Mózes, sem pedig a Dávidot. Ott vannak ugye nagy proféták, akik hosszú írtak, meg a kis proféták, akik szükszavúbbak voltak, mármint ami a Biblia oldalakat illeti. Úgyhogy nem könnyű ez, de ugye szeretnék egy olyan valakit bevonni ebbe a dologba, akihez szerintem a Németh Sándor még senki soha nem hasonlította, és ez Jónás proféta. És több ilyen dolog is van benne hasonlít Jónás proféta, az egyik és a legnyilvánvalóbb az az, hogy nyilvánvalóan, tehát ugye fonnyadtökről beszélhetünk mind a kettőnek az esetében, de van ennél mélyrehatóbb, messze, tehát komolyabb implikációkkal bíró hasonlóság is, nevezetesen, hogy amikor Isten megmondta, úgymond Jónásnak, hogy mit csináljon, akkor mit csinált Jónás? Ment az ellenkező irányba, és ugyanezt lehet látni a Németh Sándornál is, tehát olyan sokszor lett ő már figyelmeztetve mindenféle fajta módon, és mindig neki támadt annak, aki őt, ha nem volt elég bátorsága hozzá, akkor csak utólag, ugye, vezetőségi, amikor az illető már elment. De Németh Sándor az mindig is mindenkit megkritizált, háta mögött, stb. Aztán úgy támadt kedve. Tehát nem tudtak olyan nemzetközi szolgálót hívni, és teljesen független attól, hogy az jött a hídgyülekezetébe, és akkor ott lett nyalva neki, vagy sem. Mindenkit és mindent megkritizált, a Németh Sándor és a Judit egyaránt. Igen. És a másik hasonlóság talán még ugye az is, hogy tehát amelyik hajón a Németh Sándor ott van, az tuti, hogy elsüllyed. Tehát, mi a megold, ki kell dobni. Tehát igen. A Jónás az ugye halnak a gyomrába,
volt a Német csend az meg a Halál torkában, az is hasonlít, hogy mind a kettő helyről ezeknek sikerült kijönni. Ugye, ami viszont különbözőség lesz, az az, hogy igen, azt nem akarom mondani, ezt szerintem tudja mindenki. Na jó, hát nézzétek meg, belinkelem majd, hogyha minden jól megy, és akkor nagyon jó kis írást villantott megint a Robi. Úgyhogy öröm volt olvasni, és egy borzatály volt olvasni. Ez egy ilyen jó, tehát nagyon jó, nagyon, ezért jó a kérdések a hídgyülekezetéről csoport, mert ez ilyen romantikus, tehát tényleg ilyen végletek vannak ott, tehát minden értelemben, ott mind, tényleg, tehát hogyha unatkozol meg minden, bemegy abba a csoportba, ott van minden, tehát ott találsz mindent, komolyan mondom, és de hogy mondjam, aki stabilan ezt a legalsóbb, legbunkóbb és legprimitívebb, hogy mondjam, színvonalat hozza, az konzekvensen a hitesek, a hites javicsárok. Úgyhogy hát, igen, tehát valakinek ezt is be kell tölteni, ezt a szerepet is, ezt ők nagyon jól csinálják. Úgyhogy most sem okoztak csalódást. Na, minden jót, és legyen egy jó estétek, és majd egy jó hetetek utána.